Üdvözlök mindenkit, FM Mata is back. Itt vagyunk a 2014-es karrier móddal. Egy fantázia csapat Audi színeiben. És hát mit kell mondani, elnézést azért a Marussia feliratért, meg egyéb dolgok miatt. A kedves modderünk a Race Departmentről elfelejtette befejezni csodálatos munkáját. Aminek most eredményét láthatjátok. Ahogy látjátok, Jules Bianchi a csapattársunk, ahogy ezt már a szabad edzésen is láttátok. És... itt látható a setupom. Limbe gurulok ki. És érdekes módon megvannak a szettek, amiket az időm, a szabad edzésen használtam. Hopp, hopp. Nem írta jóvá. Most azon gondolkozom, hogy Armset Prime-on van. Az rohadt kevés, őszintén mondva. Optionből van 4. Így arra gondoltam, hogy meg kéne próbálni optionnál végigmenni a Q1-et, Q2-t, hogy tudjunk spórolni egy kicsit a versenyre is. Ja igen, még azt szerettem volna mondani, közben kimegyek a pályára, hogy az autóról szerettem volna még pár szót mondani, hogy Audi néven futó Marussia csapat, a feliratok nem lettek jóváírva, szóval ne revegődjetek, mert a Marussiát fog kiírni. Szóval Marussia alapú McLaren erőforrás, szóval az a Mercedes, McLaren szintű Mercedes motorerő, Mercedes-es aerodinamikával. Hogy azért még jól is lehessen irányítani a Verdát. Nincs ideális ív. Azt nem tudom miért szedtem ki. Mindegy, akkor így megyünk. És már látjátok a speedometert is, amit elfelejtettem. Hogy is hívják, szabad edzés alatt. Először megnézem, milyen limbe. Hogy ne legyünk olyan túl gyorsak, azért még itt a Q1-ben. Aha. Szokni kell, bizony. De hát ideális igazából. Vonal nélkül. Azt is meg kéne próbálni esetleg, hogy nem a 3-asban, hanem 4-esben veszem azt a kanyart. Vagy... azt ugye tudni kell, hogy az utolsó szektorban vesztem a nagyon sokat az aljúhoz képest, ezen a pályán. Közben Bianchi jött ki a pályára. Fiat ma meg is futotta az első mérkőzését. Ami 31-7. Ami azt jelenti, hogy 2 másodperc van az expert és a legendai között. Amit mondjuk ki elrontottak, elbasztak, és még minden, és nem érdekel, hogy káromkodok. Nagyon nem vagyok kivékülve ezzel a játékkal, azt kell, hogy mondjam. És nincs igazából átmenet. Kérdézzétek, hogy 2 másodperccel lassabb vagyok limben. Jó, mondjuk még kemény keverékkel ment, itt közben valaki nem akar nagyon eltakarodni előlem. Mégpedig Gutierrez.
Nem baj, legalább húzza a szélárnyékot. 30-as kör lesz. Szívesen. Vonal nélkül egy 30-as kör elsőre, az nem is rossz igazából. Ebbe a kanyarban nem akar betapadni az autó. Hopp. Majdnem elvette. Ezt a kanyarat le lehet vágni, értelemszerűen. Nézzük. Sikerült-e valamicskét javítani? Nem. De! Azért legalább remélem, hogy ennél az alja jobbat megy. Bianchi a tizedik. Maradjunk annyival, hogy volt már jobb időmérője. Szerintem még fogalnál jobbat is menni. Alonso, Magnussen. Mindketten rosszabbat mentek nálam. Hamilton viszont... Jaj! Hamilton viszont jobban tudott nálunk. Na. Nem gondolkodom, hogy visszakapcsoljon -e egyáltalán a vonalat, megéri-e. Közben Bianchi is visszajött. Nem túl acélos körre kezdett. Tapasztalataim az kifakadóan. Ebben az Audiban több is van. Várjuk most. Kieső helyen van. Na. Hamilton 30,2-t. Rosberg 30,8-at. Na, ennél 3 másodperccel jöntek jobbat a legendaik. Jó, maradjunk kettőben, mert még kemény keverékű gumival futhatták ezt az időt. Button az utolsó. 34-es körrel. Ilyet lehet cautious, balance meg agresszív. Igen. Azon gondolkodom, lenne értelme kijönni ismét, de szerintem nem. Úgyhogy szerintem ezt eltekerem. Egyelőre senki nem javított olyan sokat.
Nézzük. Bianchi van. Jó, ott van a 8. helyen, jól van. Most már 7. Talán még van egy kicsi benne. Jó, az az Audi. Na, a 2. helyen kezdjük a kvalifikációt, a Q1-ben. Bianchi a 7. helyre kvalifikálta magát. Na, kiesük. Raikkonen, Button. Nem sikerült javítani ők, és benn van a két Lotus. Wow. Aztán Gutierrez, Sutil, Kobayashi és Ericsson. És ki milyen gumin ment? Prime. Igen, körülöttem név, ez várható is volt egyébként. És próbálok spórolni a gumival. És nem teszem fel az újat. Pár felmi ugye benn van. Első szárnya még lehetne módosítani. Nincs bent. Ezt akkor majd orvosoljuk. Hogy mi? A féktárcsa méretet meg már nem tudom módosítani. Mi van? Akkor az ilyen kettős. Elfelejtettem bekapcsolni a pár felmét, de igazából lényegtelen. Én betartom a szabályokat. És igazából most jutott eszembe, hogy még egy szabályt be kéne tartani. Nevezetesen, hogy a Q2-ben futott leggyorsabb körös gumival kéne indulni holnap. Van annyi előny talán az AI-hoz képest, hogy szabályosak legyünk. Ha már a játék nem csinálta meg, akkor én megcsinálom. Futok egy kört a Prime-on. És akkor azzal indulunk holnap. Mondjuk azért az kicsit égő lenne, hogyha az AI ennyivel kigapna. Ebben a kanyarban nem fordul el az autó egyszerűen. Remélem hallottátok a kormány ropogást. A 11. hely az elvárás. Ez az talán meg lesz, remélem. Közben amúgy most töltöm fel a szabad edzés, úgyhogy az is nézhető lesz nem sokára. Föl Ridge-be. És akkor nézzük, hogy milyen kört lehet vele menni. Ezt egyszerűen így kell venni ezt a kanyarat, hogy ne csúszszál ki. Jobban meg nem is lehet levágni igazából. Ezt se szabad levágni, egy kicsit csúszkál azért az autó itt Ridge-ben. Ugye TC nincsen. Ezt se szabad levágni, max ennyire. Meg max a műfőre ki lehet engedni. Játék nem bünteti. ...1,2 az előny. Valószínűleg utolsóban bukni fogok még.
Most ezt nem mondod komolyan, hogy Fettel 30-as költjött. Na nézzük, milyen költség került összedobni. 29,7. Ez elég lesz. Nem értem, milyen költjött, még arra kíváncsi leszek. Az jó volt, Massa lelassított, 29-0-át ment Hamilton. Jó van, Massa, látom, jól vagy. Akkor ezzel a gumival vigyázunk. Akkor ezzel indulunk holnap. Majd megnézem, hogy milyen kondícióban sikerült visszahozni az autót. Akkor ezzel rajtolunk holnap. Illetve még egy szettet előhetek, akár. Megnézzük, hogy lesz rá szükség. És át lehet ugrani ezt az... mindegy. Ott egy Massa. Az Audi garázsa mellett van a Williams. Az érdekes. De kettő a végén van, az biztos. Na, Bianchi kieső zónában van. Javítania kéne, hogy bekerüljön a Q3-ba mellém. Megpróbálok föltenni még egy kemény keverékűt. Nem éri meg. Kevés a szettünk, Bianchi jön vissza közben a boxba. Rajta option volt. Nem is nagyon hátrány ahhoz képest. Nem volt egy tökéletes kör. Tekeljünk egy kicsit. Na, 5 perc a vége előtt járunk. Mercedesek most torony magasan vezetnek. Bianchi még mindig a 11. És hogy várható volt a Lotusok az utolsó két helyen. És... látom, több meglepetés nincsen. Magnussen most benn van a Q3-ban, bátran meg még a Q2 se jutott tovább. Schülkenberg is benn van jelenleg. Na, tekeljünk is bele. Volt egy leggyorsabb középső szektor amúgy. Na. Ahogy láttam, kiesett Bianchi. Érdemi változás nem történt. Hamilton nyerte meg, ugye Rosberg előtt. Kieső zóna pedig Bianchi, Perez, Kvyat, Vettel, Grosjean és Maldonado lett. Williamsek se erősködnek jelenleg. De nézzük is akkor a Q3-at. Remélhetőleg a kemény keverék majd működni fog alattunk.
Tehát. Ugye itt az új set optionünk, úgyhogy most már ezt használhatjuk. És akkor három megmaradhat a versenyre. Kíváncsi leszek, hogy mit lehet kihozni ebből az autóból. És akkor gyorsan kimegyek a pályára, mielőtt még elfoglalják. Na, ezt már buktam is. Úgy tűnik. Szépen be fogok ragadni. Visszakapcsolom a vonalat esetleg. Hol van? Így. Eléggé meg tud tréfálni egyébként. Inkább meggondoltam magam a vonallal kapcsolatban. Bottaszk egyébként most kapott egy tockost. Standardban vagyunk jelen pillanatban. Bólja szépen beakadt. És laggol a játék, imádom. Na de. Itt van előttünk az egyik Mercedes. Föl Ridge-be, és akkor kezdjük meg a mért kört. Egyelőre gyorsabbnak tűnünk, mint Hamilton. Lehet, hogy végül ő fog föltartani minket. Aha. Jajaj. Jajaj. Nem tartott föl. El is vette inkább a mért körét. Egyébként most csak a kvalifikációra, legalábbis erre a Q3-ra kapcsoltam be a vonalat. Úristen. 28-3! És akkor vissza is ki is kapcsoljuk. Hol van? Szóval az 3-as kör. Ne jassíts el. Fél másodperccel vagyok lassabb egyébként így. Ó! Már marad a vonal. Hogy ne maradjon.
Kigondolom holnapra a versenyig. Ja, Hamilton azért nem tartjuk föl. Levegő elvette a körét. Próbálok úgy begurulni a boxba, hogy még lássam az idejét. Aztán nem mentem végig. Második. Na, jelenleg pole pozíciós idő. Mennyivel? 4 tized, 5 tized. Rosberg megelőzte jelenleg Hamiltont. És ugye Bianchi 11. lett végül. És akkor be van kapcsolva amúgy? Eléggé sokat lehet hibázni vonal nélkül, főleg az ilyen kanyarok között. Nem is tudom, mihez hasonlít ez, a TS-nek a pittyegésére hasonlít ez a hang. Na. Ja tényleg, hülye vagyok. Így. Nem jut, elég sokra van. Sok a hallom szerintem. Nem javít pedig. Marad ez a különbség. Achievementet kaptunk, és megvan a pole pozíció. Majdnem fél másodperccel. Azért tényleg, ez Zoli... Hagy kívánni valót maga után. Na mindegy, tehát... Rosberg lett a második, Hamilton a harmadik, Vettel, Alonso... Ricardo, Hülkenberg, Bottas, Magnussen és Massa az első 10. Eléggé leszerepeltek a Williamsek. És akkor mindenki optionnel természetesen. Incidensek nem történtek. Ja igen, még itt meg lehet nézni a köridőket. Nem mondod, hogy 6 kört ment Rosberg. Nem tudom, mi hallatszódik itt be. Szerintem kutyaugatás. 29... 29-3 volt az első köre, aztán 28-8, 29-5. Végül 28-8 lett a legjobb. Itt nem is volt 28-as idő. Az első volt az, amit ugye lelassított direkt. Ha úgy tetszik, megzavartuk. Na. Akkor örüljünk, és találkozunk a holnapi videóban is, addig is legyetek jók. Sziasztok!